Sziasztok, a Szerencsevadász vagyok, és hoztam pár 2000-es sorsjegyet. Óriási meglepetés, havi bónusz, vadvilág 2000, és ökokaland extra, vagyis 8000 forint értékben kaparok most sorsjegyeket. Forint nem kevés pénz, jó lenne, hogyha visszajönne belőle valami, vagy jó lenne valami nagy nyereményt találni. Nagy nyeremény az mindig jó, az nagyon jó érzés, és 0,39, 0,36, 0,16 és 0,25 a sorszámunk. Kezdjük a legkisebb sorszámmal, ami a 0,16-os, először is havi bónusz kaparás következik. Hát nézzük meg, hogy lesz-e nyerő szimbólummal egyezés, vagy a hónap szó, lámpa, egy aktatáska, egy növény, egy szék, és egy nyomtató. Ezek közül kell egyezőt találni. Ez homokóra és kávé. Egyik se jó. Olló, mellé pecsétjön, vagy alá. Hát egér, az se igazi, meg az irodaház sincs meg. Na, mi lesz így velünk? Hello, egyezés kell. Az ott egy ötlet, meg egy ilyen digitális vígyreg, egy kukac, nem jó. Ott egy pendrive jön, és egy tűzőgép. Hát egyik sincs. Mehetünk a következő játékra. 3, egyforma szám kell kötésben. 4, 3, 6. 3, 9. 2, 6. 8, gyere hatos, gyere hatos! Jajjaj, berúgott a hatos. Fejre állt, 9-es lett belőle, nem jó. Pénzszóbetűi hiánytalanul. A P az jó, az E az jó, az N az jó, és akkor milyen? Hát a Z. Hát gyere Z! Micsoda? X-et ad, Pénix. Az egy Pénix. Ez pontosan az. Hát nézzük meg, hogy lesz-e 3000-ért pénzkötegünk. Kupa, oklevél és pénztárca. Nincs pénzköteg. Lesz-e 2 egyforma szám egy sorban. 17 mellé, 14-et ad. 13. 16-tal a szorzónk az egy egyszeres pénzért, adjál már egyformákat. 11. Na hát 2 egyforma számot van egymás mellett, de két jegyű egyforma számnak kell lennie, és az egyik egyes megvan, lehetett volna akár kettes is, megjön-e a másik. Gyere egy! Nem jön. 18. Nem nyerő. Hát, nem ilyen kezdésre számítottam. Vagyis, hogy hát, ha a sorsjegyeket nézzük, akkor könnyen lehet ilyen kezdésre számítani. V betű, csak nem ilyet szerettem volna. Na, a V betű mellé még ott egy ilyen H. Hát akkor HR, mit tudom én, mi az már R. Jó van, különbözőek, az a biztos. És a következő a 0,25-ös óriási meglepetés lesz. Na, hát itt is van olyan játék, ahol azt kell játszani, hogy egyforma számokat találjunk egy sorba. Játsszuk is meg. 45, 40, gyere öt, nem jön, kerek, 40. 43, 40, gyere három, 48, már azt hittem, hogy jó lesz. 50-es mellé, 49, tényleg mellé megy, egyel. Jön a virág, pezsgő, csillag, és szív, nem jött a virág. 3 azonos összeget szeretnék innen elővarázsolni. Mi ez itt? 60 000. Hoppá, az meg 100 000. 8 000. 100 000-ből 2 van, jött a harmadik. 8 000-ből is 2, abból se árt a harmadik, valamelyiket. Hát erre 60 000-et adott. Mindenből 2 az nem nyer. Nyerő számkeresés, a 25-öt, illetve a 22-t keressük, valamelyiknek ki kéne jönnie. 17, 23 mellé megy, 20, és 21. Körbelőttük azt a szerencsétlen 22-t, így nem jó a dolog. Akkora nyilak, bemennek a nyilak idáig. Ugye itt csak nyíl lesz, ezt már meg is nézhetjük, hogy nyíl. Itt ez első, nem túl nehezen megugorható lépcsőfokot megugrottuk, ugye itt sosincs stop, de itt már lehet, meg itt végig lehet innentől kezdve, csak már legyen. Na nézzük, ez nyíl, ez már stop,
Még egy stop. Nyíl, nyíl, és még egy stop. Azt rohadt. Három stop is kijött ott. Itt is egy stop van, itt is egy stop van, és itt egy nyíl van. Na hát ennek kéne akkor végigmennie, de szarul adja te, jó Isten. De előbb megnézzük a szorzót, ami egy egyszeres. Na hát egyszeres pénzért végigmegy ez a rohadt nyíl. Na gyere nyíl, nyíl, ó, nézd már nyíl van. Gyere nyíl, és nyíl, és hát egy lyukas garas nem adtam volna érte, hogy ez be fog menni. Yes, nyerő sorsjegy. Oda kár, hogy itt nem volt szorzó. Na most jó lett volna a négyszeres. De így is jó lehet. Reméljük, hogy valami szép összeg van ide írva. Na nézzük, mi van itt. Egy 2000-es alapnyeremény, de hát talált pénz ahhoz képest, hogy a legutolsó pillanatig azt hittem, hogy semmi esély. A Z betűk tartoznak a 2000-es nyeremény. Ez meg az első nyerő sorsjegy. Na nézzük meg ezt a sisakos, kaméleonos vadvilág 2000-et, ami a 36-os. És egy nyerő számkereséssel fogunk kezdeni. 28, illetve 42 ezeket keressük, de az se baj, ha napocska jön ki. Gyere nap. Nem, 26 az nem jó. 30. Na gyere 28. 48. 29. Ó, mellé megy. 27. Most meg felcserélte a számjegyeket a kis gonosz. 42 helyett 24-et adott. 38, jaj! És 13, se nap, se számegyezés. 3 egyforma összeget keresünk. 2000. 10.000. 10.000, az jöhet. 3000. 100.000, gyere 10.000. Nem jön, 1 millió. Erdőszóbetűi hiba nélkül. Hoppá, F-el kezd. Fő, V, fő X-e, föksze. Az nem erdő. Hát akkor nézzük meg, hogy lesz 5000-ért lábnyomunk. Nem, sünit ad. Szeretnék látni. 13-at kétszám összegeként itt az ananászok alatt. 12 egy egyes, hogy egyes, nem ad egyes, négyest ad. Akkor három egyforma állatka kell kötésbe. Vannak olyan állatok, állatok. Mi ez itt? Egy méhecske, egy katica, meg egy nyúl méhecske. A rohadt egy pók és patkány vagy egér. Na mi ez itt? Katica. Rohadt egy pók, és ide kell a méhecske ahhoz, hogy nyerjünk. Gyere méhecske! Nem jön a méhecske. Rákos, rák szalad ide. Akkor két egyforma szám kell egy sorba. 54 mellé 58-at dob. 56 és 53. 57 mellett 52 van. Hát ez nem nyerő. Egy nyerő, egy nem nyerő. Egy MH. Nesze neked, ott az MH, meg a nem nyerő sorsjegy. És maradt egy ökokaland extránk, hát extrázom be valami szép nagy nyereményt ide nekünk. Recycling szimbólumot kell keresni 10.000-ért, hogy pusztosak legyünk. Ötlet, CO2 felhő, autók, nincs recyclingunk. A számok, a lényegek, a 4-est és a 2-est keressük. Nincs 2-4 nélkül, azt mondja. Akkor nézzük. Lesz-e. Hát erre 8-at ad. Köszi. Az nem jó. Meg 11-et. 2-es vagy 4-es? Gyere. Ha, 15. Nem volt számegyezésünk. Akkor a nyilak. Na hát itt a nyilas játékra úgy kell beállítani, hogy látszódjon, amikor beérünk idáig, mert akkor nyerünk, miközben a levél alatt itt. Ha nyilat találunk, ugrunk, ha kettős nyilat, kettőt ugrunk, ha ezt lekapartuk, ezt automatikusan kapardjuk. Szóval irány a győzelem, meg a nyeremény megtalálása, egy erdő, meg egy tőtikéző, és egy lábnyom, hol a tipitapitappancs megvan. Töltő megy előre. Napelem. Zöld áram.
és egy ilyen lábnyom. Meg egy főd. Na hát, eddig egy darab nyilunk nem volt, jöhetnének lassan a nyilak. Napenem. Erdő. Hopp, az erdő. Hol az erdő? Itt van fönt az erdő. Jó. Lábnyom. Vezet, és megindult a lábnyom nyillal, jó van, ott egy lábnyom, majd egy szélturbina is beficcem, meg egy víz is, hogy legyen már mindenből legalább egy lekaparva, aztán töltő, és erdő, föld, nyíl, föld, víz, nyíl, víz. Föld, nyíl, föld, a föld vezet, szélturbina, és egy töltő. Megtöltöttük, mi ez itt? Egy szélturbina ismét, meg egy erdő. Ott nincs nyíl, zöld áram, nyíl, zöld áram, és ismét szélturbina. Ott sincs nyíl. Töltő. Zöld áram. Nyíl. Zöld áram. Na nézzük. Szélturbina. Négyes holtverseny az én. Lábnyom. Most már ötös az a holtverseny. De még nagyon messze vagyunk attól, hogy nyerjünk. Főleg, ha ilyen szarokat adna mondjuk nyíllal adta itt a napelemet. Még egy nyíllal. Ha, jó van. Szépen zárkózik ez is föl. Akkor, na nézzük először a gyorsítósávot itt a szélturbinánál, gyere gyorsítósáv, és gyorsít, hoppá, szélturbina ide nyíl kéne, de akkor még egy szélturbina is jók vagyunk. Föld. Na akkor földnél is gyorsítósávhoz értünk, és az is gyorsít. Ugyanaz a helyzet, egy földre van szükségünk ahhoz, hogy nyerjünk. Most a lábnyomnál nézzük meg itt a dolgokat, ott is gyorsítás van, na beindultunk itt nyílügyileg, most már esélyünk van nyerni bőséggel, három is, csak adja be valamelyik jót, mit ad? Zöld áramot? Az nem gyorsít. Erdő, nyíl, erdő, erdő, az se gyorsít. Napelem, itt a napelem, az gyorsít. Napelem, napelem. Na hát akkor lábnyom, napelem, szélturbinom vagy föld, ezekre van szükségünk ahhoz, hogy nyerjünk. Erdő. Itt két nyíl kell. Gyere nyíl. Egy nyíl megvan. Gyere nyíl, gyere nyíl. És nincs meg. Hát nem sok kellett volna hozzá, de sajnos ez se nyert. Négyből három nem nyerő, amelyik nyert, az meg csak alapnyereményt adott, vagyis 8000-ből 2000 jött vissza. Elég siralmas végeredmény. Hát mit nem mondjuk, nem nagyon tetszik ott egy Elza, meg egy W. Sőt, egyáltalán nem tetszik ez a dolog. Vadvilág 2000, havi bónusz és ökokoland extra voltak a nem nyerők. Az egyetlen nyerő is az utolsó pillanatban adott 2000 forintot. Hát még szerencse, hogy az jött, ha az se jött volna, hát akkor nem is tudom, hogy mi történik. Fú, így azért nem olyan jó a szájsz, de reméljük az új sors egy majd jól fogja adni. Tartsatok mindenképpen, majd akkor is van, amikor a rengeteg videó jön az új sors egyről, iratkozzatok fel, legyen szerencsénk. Sziasztok!